Szép estét kívánok, köszöntöm Paletta kulturális magazinunk nézőit. Először ma egy beszélgetést láthatnak, hiszen augusztus 1-én, 2-án és 3-án kezdődik az Alba Régia Jazz Fesztivál. Itt voltak velünk a két rendező, szervező, Mics Gergely és Vörös Tamás. A Székesfehérvár akkor jazz, mégpedig augusztusban, immáron 5. esztendeje, Alba Régia Jazz Fest. Ugye van előzménye természetesen, kedves nézőink, hiszen azt tudjuk, hogy 2000-ben és 2002-ben már megrendezték ismét, teszem hozzá ismét, hiszen 67-től 20 esztendőn át folyamatosan volt Alba Régia Jazz Fesztivál. Most is erről fogunk beszélgetni, vendégem a két letéteményese ennek a fantasztikus zenei rendezvényenek, Mics Gergő és Vörös Tamás. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok velünk. Én azt hiszem, amikor azt mondjuk, hogy Székesfehérvár nem csak a zene városa, hanem nem csak a királyok városa, hanem a zené is, akkor semmi túlzás nincs ebben. A Jazz Fesztivál pedig egy olyan rendezvény, ami abban az értelemben, aki szereti ezt a műfajt, mindent megtalál benne, hiszen stílusok váltakoznak, és remek előadók lesznek ebben az esztendőben is. Vágjunk bele, hiszen augusztus 1-én, 2-án és 3-án várja a jazz rajongókat a két színpad, az Icsi Ligeti nagy színpad és a kis színpad szintén az Icsi Ligetben. Ugye ez azért volt szükséges a váltás, mert hogy az elmúlt esztendőkben volt a Bartók Béla téren, illetve a Múzeum udvaron, de azt hiszem, hogy ez egy egészen kiváló választás, hiszen a Bartók Béla térre értelemszerűen nem tudunk menni. Nos, kezdjük talán rögtön az elején, hiszen egy fantasztikus csapat lesz, Halper László Hendrix Experiment, tehát Halper László a zenekarvezető, és az egy csoda csapat az övé, hiszen Jimi Hendrixre gondolva egy kicsit jazzes stílusban játszani, az azt hiszem, hogy, és a Tamás már mutatja is. Igen, te Jimmy-t. No, hogy sikerült fontos megnyerni a Halper Hendrixet? Ja. Gergő, akkor... Ahogy mondtad már, többedik alkalommal, egészen pontosan a 6. alkalommal rendezzük meg az újraévesztett Alba Régia Jazz Fesztivált. És a Tamással mindig törekedtünk a kezdetektől arra, hogy ne egy ortodox, csak mondjuk a swing és a bebop korszakot felölelő rendezvényt csináljunk, hanem egy stilárisan nyitott, sokszínű, minden igényes műfajt, amiben az improvizáció megtalálható, felvonultató rendezvényt hozzunk létre. És ilyen módon egy ilyen Hendrix feldolgozásokat játszó jazzes illetve olvasatban játszó zenekar is egy ilyen kiváló gitárossal belefér a fesztiválunkba, úgyhogy van már olyan híre, azt gondolom, a rendezvénynek, hogy keresnek minket a zenekarok, menedzserek, ilyen módon történt az ő fellépésük is, illetve megkeresésük is. Tamás, a pólód önmagáért beszél. Igen, én csak annyit szeretnék mondani, hogy az a baj jelen pillanatban, hogy nincs jazz a világon, tehát ez a szó önmagában már nincs. Minket is támadás ér Gergővel az ortodox szakmából, hogy ez nem tiszta jazzfesztivál, amelyik nincs ilyen már. A Newport, sem Montreux, sehol. Tehát nincs, amit most oda klikkelsz a interneten, nincs olyan, hogy mint volt a 70-es évek, vagy végiglátod, a Weather Report, a Miles Davis, a Scott Anderson, akkor Scott Anderson sem volt, na mindegy, szóval, tehát John McLaughlin, akiről ugye tudunk. Most más. Tehát egészen más. Most vissza kell a zene rangját tenni, a muzsikálás rangját a fél playback világból és a fél összevisszaságból, amit már nem is akarok nagyon fogalmazni ebben a korban, hogy milyen zenei próbálkozások vannak rosszul, ugye sajnos. És mi arra törekszünk Fehérvárna, ahogy elmondta a Gergő, de én még szélesítem, nagyon sok fiatallal, mert ők mutatják majd az utat. Ugye Davisnek igen sok mondását el tudnám most mondani, más Davisnek, hogy mikről van szó ebben az esetben, de most nem kezdem át az idő rövidsége miatt. De mi nekünk fontos, de vissza kell fordulnunk, és így, bocsáss meg, hogyha megelőzlek, a legutolsó napon a Dezső Csaba féle projekttel, ami a végén 80 volt. Születésnapját ünnepli, aki, de akkor már is beszéljünk róla, hiszen... És a Becs, Balázs, bocsáss meg, igen. Ő 82, aki a volt bőgőtanárom volt, ő velük jön a Gyárfás Pistáikkal, tehát oda is vissza kell fordulnunk. Tehát Gyafi
Dezső Berkes Balázs. Egy csoda brácsás. Hogy sikerült megnyerni? Volt egy, februárban volt a születésnapja, arra én emlékszem, de február 19-én azt hiszem, de hát ő egy legenda. Igen, fordítva akartam, mert őket akartam a végére, az estibe, de nem vállalta a Csaba már, mert azt mondja, 80 éves ő neki a 9-órási, 10-órási kezdéstől neki már vége, hogyha Bingyippel fordítottuk meg, pedig én azt szerettem volna, ő belük zárjuk a fesztivált, méltó mondok. De hosszas rábeszélés után meg, hogy felforgattuk ott a rendszer, de már a plakáton az új rendszer van, így sikerült, hogy elhívjam. Fehérvárhoz ő amúgy is kötődik, hát nagyon sokszor volt, te is mondtad, igen, jazzfesztiválok a 60-as évekből, blablabla, bla, bla. Nagyon sok bulim volt, és nagyon jól emlékszik ránk vissza. Nagyon nagy szeretettel várjuk, nagyon kíváncsi vagyok. Fehérvár Big Band Zsédával. Ugye a Zsédát tudjuk, hogy az egyik legsikeresebb női előadó ma Magyarországon, a Fehérvár Big Bandről pedig azt, hogy könnyedebb műfajt játszanak, de szintén népszerűek és eredetiek, ha úgy tetszik. Igen, hát hogyha említettük a stiláris nyitottságot, illetve az előbb beszéltünk a Dezső Csabáékról, akik mondjuk nagyjából a jazz történet bebop korszakából játszanak darabokat majd, akkor még egy kicsit vissza tudunk menni a swing korszakba, amikor ugye a Big Band muzsika a virágkorát élte, és a Zséda is azt gondolom, hogy nagyon sokak által ismert swing slágereket fog a Fehérvár Big Band kísérletében énekelni, és a Fehérvár Big Band, mert egyrészt fehérvári vonatkozású kiváló zenészek játszanak, illetve az ország minden pontjáról jönnek zenészek, fantasztikus zenei élmény lesz. A következő pedig ugye Vörös Janka és a New Series, én elfogult vagyok, úgyhogy beszéljetek ti. Hát én szintén... Janka visszatér, hála Istennek, teszem hozzá. Mindjárt elfogultak vagyunk, de akkor én magamra vállalom annak a felelősségét, de nem hiszem, hogy bárki ostorozna ezért, vagy azért, mert egyetért, vagy azért, mert nem mer, hogy világszínvonal az, amit a Janka csinál most már évek óta a saját zenekarában minden szempontból. Tehát egy fantasztikus mélységeket megjáró és mutató zenei produkció minden esetben az övé, mind zeneileg, harmóniailag, hangszerelésében, gondolkodásában, újításában, mert hogy mindig megy előre, mindig keres új utakat, és nem kényelmesedik bele már a megszokottba. Úgyhogy én hallottam az új programból pár szösszenetet, kíváncsian már a mélőben is, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon... Egyetértek. Viszont a Mörk már a tiéd ilyen értelemben. Kellően eklektikus ahhoz, hogy beszélj róla valami. Igen, de egy kicsit visszanézek az én rendszerembe, tehát inkább arról beszélek, hogy az napon, hogyha figyeljük a programot, a Janka és a Mörk majdnem ugyanazt képviselik. Két fiatal bandáról van szó, két új utat próbálgató, és abszolút úgy hangzással dolgozó zenekar lesz aznap a főszínpadon. Tehát azért mondom, hogy még sikerült így is beállítani, hogy nem egy swing zenekar jön a Janka után, mert képtelenség, hanem hát a Mörk, ugye tudjuk a Szabó Dani, tehát ott is ugye székesfehérvári vonzása van, és ugye figyelünk erre mindig, hogy a Székesfehérvár rettenetesen sok fiatal zenész jön ki Fehérvárról, hát itt a Kodolányi, aki ontja, meg ebben a régióban ugye mi is, ugye Bodajkról, tehát egy csomó fiatal zenész, és őket kell kötelességünk foglalkoztatni, mert jó muzsikusok. Bingyip. Az utolsó nap, mármint a nagy színpadon, Dezső Csabáék előtt. Akarsz róla? A Bingyipről annyi van, hogy mielőtt veszekedés lenne, bár a közönség, aki jön, a Gyémánt Bálint és a Harcsever már nincs benne a zenekarban, tehát ott már átalakult, de ugyanolyan jó a muzsikálás folyik, és annyira szerették, 3 éve voltak azt hiszem itt a Bingyip, még ezzel a felállással, és mi ugye figyelő a közönség is, hogy nekünk koncepciónk a Gergővel, hogy nem minden évben ugyanazok jönnek, tehát minimális a 2 éves fluktuáció, de mindig, ha találunk egy-egy újat, akkor még behozzuk a fiatalokat, mint például engem. Igen, hiszen a kis színpad következik, a sorban Vörös Tamás projekt.
Hát az egy érdekes dolog, amit mondtam is, négy fiatallal fogok játszani, nekik az ömébe diák. Most erre vagyok igazán kíváncsi, hogy választottad ki ezt a csapatot? Nagyon szerettem ezt a négy srácot, és nagyon tehetséges, az eszenészek profik. Tehát itt a Potesz, a Hamori Jancsi, a Horváth Jancsi, tehát ők úgy dolgoznak a Gimestől elkezdve, hogy mindenkivel a szakmába. A náraim is már, amúgy hát a Gotthard Bisi is, ugye a Ocsó Macsóba, tehát nagyon professzionális zenészek, és én feldobtam egy abszolút újdonságot, én is most ezekkel a jazz szavakkal szakítok, és az úgynevezett D-visszes, ez az Open Note című, tehát hogy teljesen nyitva van a zene, ami fönt lesz a színpadon, igen sok elektronikus lesz, ha tudom, időbe tenni, amikor mi fiatalok voltunk, a 80-as évek elejei Miles Davis-es vonal lesz, és ők ebbe belementek, tehát állatira tetszett neki. Nagyon sok minden fog, tehát nem free jazz lesz, hanem nagyon sok minden történik a színpadon, tehát lesz ugye egy váz lesz, és arra fogunk játszani. Ez egy újdonság. Azért ez nekem főleg. Ez egy óriási megerősítés azért gondolom nektek, mint Gergő, neked is, hiszen most már tanszékvezetőként látod, hogy érdemes tenni, érdemes dolgozni, kidolgozni azokat a tehetségeket, akik aztán a későbbiekben, lehet, hogy nem holnap után, de egy idő után bizonyosan, és ez vonatkozik a hangszintére is ebben az értelemben, hogy a Horváth Janót említetted meg a többieket, azért ők már ott vannak az magyar zene élvonalában. És szándékosan nem jazzt mondok, mert nem. Ha azt mondod, hogy nincs, én elfogadom, hanem általában a magyar könnyű zene világában, és nem is olyan könnyű zene ez, nem, mint nem. Ahogy a Sajbó is sem. Az sem az, és aztán utána a szimbólás sem, tehát ezek a mai mainstream, én csak úgy hívom őket, lehet, hogy most csak nem nézik a mit tudom én hol. Én azt mondom, hogy ez a mai mainstream most meg a hardcore-nak egy része. Én azt gondolom, például Budapesten ők fix klubos zenekarok. Most ezeket a kiveszed, és egy ilyen helyzetbe teszed őket, hogy egy színpadon, szabadtéri színpadon több száz embernek, tehát nem az 50-es klubba játszanak, hogy milyen visszacsatolás lesz, hogy tetszik-e itt az embereknek, vagy ez nagyon fontos dolog, a zenészeknek is, meg mindenkünk is, de kell a fiatal, lássuk már, vagy halljunk mást. Halljunk mást, így van, ilyen lesz ez a DAS trió. Azt remélem, hát, jól mondom. Jól mondod, de szerintem csak DAS triózunk, ez a nagy a Jancsi zongorista kollégának a fiáik 18 évesek. Ők jazz játszanak, tehát ha most el lehet mondani, ők swinget játszanak. Ők abszolút kortárs jazz. Abszolút kortárs, és fantasztikus. Jó. Akkor Mók Feri. Mert hogy itt lesz Éva, Évával én beszélgettem sokat, nem titok, a következő portrékötetemben benne van az Éva, abból az időszakból, amikor kicsivel előtte vehette át a világ legjobb női basszusgitárosa címet, és ráadásul egy csodacsinos ifjú hölgy, aki kellően elkötelezett, hát milyen is lenne, ha Mók Ferenc Muksó lányaként. Igen. Ez is egy jó csapat lesz. Igen, az ott úgy volt eredetileg, hogy a Mók, tehát a Mók Kévit ilyeket hívtam meg trióba, csak arra gondoltam, hogy a Feri nem játszott még a fesztiválon igazából, a Mukiát én azzal játszottam 15 évig, és azt mondom, hogy akkor elhívjuk Fitnek, tehát hogy jöjjön, és akkor azt mondta az év, hogy abszolút. Úgyhogy ez egy nagyon jó, ilyen vidámság lesz ott ebből. Minden Acoustic World Bartókon Rock, rockban Bartók, ilyen létezik? Hát igen, ez nekem igazi, új. Igazi kortárs produkció, amiben benne van a 20. 21. századi klasszikus zene, benne van az improvizáció, egy nagyon érdekes megközelítés. Biztos, hogy nem ezt fogják fütyülni másnap a festők a létrán, de munka közben. De hát ott is jó. Mennyire nehéz egy ilyen fesztivált most összehozni, hiszen azért látjuk veretes névsora tiétek. Nagyon. Nagyon. A város támogatása nélkül, ezt minden évben elmondjuk, és ez az őszinte igazság, ez nem is működne. Mert a magas kultúrának mindig szüksége van támogatókra az, hogy meg tudja magát mutatni. Sok tehetségkutató mellett azt gondolom, hogy ha mi valamit a zászlókra tűzhetünk nemes célul vagy feladatként, ez a közönségkutató. Tehát olyan szempontból is igyekszünk mindig a Tamással összeállítani minden évprogramját,
hogy olyan embereket is megnyerjünk az igénye zenének, akik eddig a jazz zene hallatán megfordultak és hanyathomlok menekültek, mert annyira féltek magától a jazztől. Nem kell ettől félni, ez magát az improvizációt jelenti, és lehet ez rock zene alapú, funky zene alapú, lehet ez sokak által hallgatható dolog. Tehát igen, ez a hozadéka. Ez meg még egy van, ugye ezt az elején is mondta, hogy ránk süti egy-két ember a szakmából Budapesten, mondjuk akit érdekel Budapest amúgy, na mindegy, hogy mi nem vagyunk már jazzzenészek, se a Gergő, se én, mert hogy olyan a produkciókat hozunk le, és ez már nem jazzfesztivál. Nem, ez jazzfesztivál, de lehet azt mondani, hogy fesztivál. Nekem tök mindegy, hogy minek nevezzük. Jelen pillanatban a mai látogatottság, a mai érdeklődés az, hogy Kiskun Lac külső félegyházán van egy klub, és 10 000 forintos gázsikat sem tudnak adni, de elhívnak és csinálnak. Most volt egy ilyen Budapest mellett, egy ilyen jazz napok, értelmetlen. Tehát egyszerűen értelmetlen, mert nincsen közönség. Tehát nincs jövőkép. Most az a fontos, hogy az emberek azt lássák, hogy mi történik körülöttük a világban, hogy jól érezzek magukat egy pohár borral, vagy egy sörrel, vagy egy virslivel, tök mindegy, ezt te is tudod jól. Jól. Most az, hogy beülünk a 70-es évek klubjaiba, és most azt meldöngetve azt mondjuk, hogy swinget játszunk, mi fehérek, ez még egy külön, nekem ez egy külön meg gondolt folyamat, ez már nem működik, már Amerikában sem működik. De egyszerűen képtelenek vagyunk, nem mi igen most már, hála Istennek, de elvonatkoztatni egy-két budapesti kolléga, hogy a jazzfesztivál az nem jazzfesztivál, nem a 70-es évekről szól. Világos. No, hát én köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy a nézők vették alapot, ha úgy tetszik, és augusztus 1-én, 2-án és 3-án, tehát csütörtök, pénteken és szombaton ott lesznek a belvárosban, nincs kétségem felőle. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hajrá! Mi ott leszünk, az bizony. Köszönjük szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig megyünk tovább, hiszen két fantasztikus bejátszás következik. Új könnyűzenei programsorozat indult az Öreghegyi Közösségi Házban az első koncerten. A Dr. Jazz Band kalózolt el a rajongókat a 20-as, 30-as évek blues és funky világában. Nagyszerű új könnyűzenei koncertsorozat indult az Öreghegyi Közösségi Házban. A Kölykök a hátsó udvarban című nyáresti program első állomásaként a Dr. Jazz Band lépett fel a Fanta Villában. Az alapötlet az volt, hogy mivel megkaptuk ezt a burkolatot bútorokkal, mindennel, itt illendő lett volna, úgy gondoltam, illetve hogy azért találtuk ki, mert egy ilyen hangulatos családias légkörben egy ilyen kisebb, nem nagy koncert, hanem csak ilyen esti muzsika, ami itt lenne annak a kevés embernek, aki 50-60 ember eljönne ide szórakozni. És olyan zenekarokat válogattunk, akik valamennyire vagy fehérváriak, vagy kötődnek Székesfehérvárhoz. És ezért Dr. Jazz, ugye a billentyűs, a Tóth Gábor, aki a Szent György Kórház sebésze, és ő neki van egy zenekara, ővele kezdtünk. Aztán két hét múlva lesz a Nuncius zenekar, az egy pécsi zenekar, Tom Waits dalokat dolgoznak fel, saját stílusba írnak át, és az egész estéjük, az egész repertoár Tom Waits dalokból áll. Ők úgy kötődnek Fehérvárhoz, hogy a gitáros, a zenekarvezető, ő, hát ilyen 20 éve a fehérvári, még az a fiatal dalosok találkozója időszakban nagyon sokat járt Fehérváron, illetve a zenekar billentyűse, az pedig Fehérváron zenei gimnáziumban járt 4 évig, ott végzett, és utána még a Széchenyi fiú kollégiumban volt nevelő egy jó pár évig itt Fehérváron. Aztán azután következne a Pesti Sik zenekar, ami a nevével ellentétesen annyira, hogy pesti, az csak a neve, hiszen benne két zenész is fehérvári, az egyik Csóka Péter, gitáros, akit hát azt hiszem nem kell bemutatni a fehérváriaknak, és úgy jótom a billentyűs is fehérvári, kódon végzett, akik fellépnek. Ők a 20-as, 30-as évek swinges stílusú feldolgozásokat, illetve számokat fognak játszani.
és ennek az első etapnak a körnek a legvég augusztus 14-én lenne, akkor pedig az év hangja volt, Fehérvár hangja volt 2015-ben, ha jól emlékszem, a Zabos Regina, és ő köré most épült egy új formáció, és ők meg ilyen jazzes, poppos, grúvos zenei stílusban utaznak, a Potesz Tomi vezetésével. A Dr. Jazz Band repertoárja a 20-as, 30-as, 40-es évek slágereiből, valamint saját szerzeményekből áll. Legkedvesebb műfajuk a swing, valamint számos latin dallam, a bossa nova, blues mellett egy-egy funk is szerepelt a műsorukban, amelyet időnként lírikus balladák színesítettek. A választás az nem egy határozott döntés eredményeként született, hanem valamennyien ezt a stílust érezzük legközelebb magunkhoz. Tehát egyszerűen csak elkezdtünk zenélni, aztán azt éreztük, hogy ez valamennyünknek jó. 20-as, 30-as, 40-es évek zenéje, kicsit, ahogy ma divatosan szokták ezt mondani, újra gondolva, picit meghangszerelve, más akkordokkal. Tehát mindenféleképpen egy ilyen fiatalos, jó hangulatú, az emberi fül számára élvezhető jellegű jazz. A koncerten kiderült, hogy Tóth Gábor, Blaskó György, Gáspár Gyula, Cseh László és Varga Endre valóban a zenekarvezető hivatásához hűen sebészi pontossággal adagolja a különböző műfajokban topzódó nagyévű műsorukat a szép számú vendég legnagyobb örömére. Varázslatos Monteverdi művel indult el az idei Harmonia Albensis templomi koncertsorozat. Német Pál Lisztdíjas karmester vezényletével az Octovoice énekegyüttes és neves szólisták léptek fel. Monteverdies témátság a boldogságos Szűz tiszteletére művével megkezdődött a Harmonia Albensis templomi koncertsorozat. A ciszterci templomban a 17. század egyik zeneszerző géniuszának remek műve csendült fel Németh Pál Lisztdíjas karmester dirigálásával. Az idei Harmonia Albensis sorozat első előadásán Monteverdinek egy rendkívül jelentős műve fog elhangzani, a Veszpró, magyarul Vecsernye, a Papi Zsolozsmának egy része, az esti imádság, ami egyben a koncertünknek is a címe. Rendkívül előadásban hallhatja a közönség, hiszen a Szavária Barokk Zenekar, az Octovoice énekkar és kiváló szólisták fogják ezt előadni Németh Pál vezetésével. A művészetek és a hit összekapcsolódik ebben a sorozatban, hiszen Székesfehérvár csodálatos belvárosi templomaiban hangzanak el a Harmonia Albensis sorozat koncertjei, és ez a mű egy nagyszerű nyitánya lesz ennek a sorozatnak, hiszen megnyitja a mennyország kapuit. Németh Pál számára Monteverdi 17. századi műve az alapja a barokk kezdődő térnyerésének, amikor a kormesterei időről időre egy grandiózus alkotásban összegezték mindazt, amit az egyházzene művelőinek előttük járó generációi felhalmoztak. A zenei irodalomnak az egyik leggyönyörűbb alkotását fogjuk mástét megszólaltatni, ami éppen, amit kérdezett, abban az egyik legerősebb, a hit a legfontosabb összetevője. Van egy nagyon szép mondás, sajnos nem én találtam ki, de ezt terjesztem, ahol csak tudom, hogy ez a mű olyan, mintha kinyílna egy ajtó a mennyországba, és Monteverdi segítségével belehallgathatunk, hogy ott milyen szép zene szól. A Szavária kórussal együtt lépnek fel, azt hiszem, hogy ez kiváló találkozási pont megint csak. A Szavária Barokk Zenekarának vezetője vagyok, és Octovoice énekegyüttes és énekes szólisták. Nagyon-nagyon sokrétű mű ez, szólistáktól nagyon hatalmas kórustételekig, úgyhogy mi nekünk mindig nagy élmény, amikor ezt megszólaltathatjuk, és reméljük, hogy a közönségnek is az lesz. Oh,
klasszikus zene rajongói nem csalódhattak, a Monteverdi műben felcsendülő Zsoltár feldolgozások a késő reneszánsz és a születő barokk stílusát, az opera, az oratórium és a kantáta hangját szólaltatták meg a régi zene kiváló hazai előadóinak tolmácsolásában. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra, minden jót!